Hello mindenkinek! A mai videóban készítettem egy új évi sminket, amihez arany és fekete csillámport kevertem össze. Én sötét ajkakat választottam, de ti használhattok egy egyszerű krémszínű szájfényt is, ha szeretnétek. Aki pedig szeretné megnézni, hogy hogyan készültem ez év utolsó napjára, az tartson velem! Először szemhéjfestékbázist viszünk fel, mint mindig. Ma az Urban Decay-től használom az originál primeremet, amit újjal dolgozok el. Majd pedig a Naked originál palettámból használom a kedvenc színt, amit a mélyítővonalon használni lehet, az pedig a matt csoki barna közepes sötétségű bank. És elkezdem felvinni ugye a mélyítő vonalra, és egy picit felviszem ide a külső szemhéjamra is. Következőnek pedig a smogot választom, ugyanerről a palettámról. Ez egy bronz árnyalat, és csillogó. És ide viszem fel csak a külső szemhéjra. Plusz egy picit a mélyítő van arra, de még mindig a bak alatt maradok azért. Majd pedig a ugyanúgy Naked, de smoky palettámat használom. És a Dirty Sweet szemhéjfestéket, ami enyhén narancssárga árnyalatú, inkább egy narancssárgás aranyszín. És elkezdem felvinni arra a részre, ahová semmit nem vittünk fel. És ezt a bronz árnyalatú smogot, ezt elkezdem felvinni az alsó szempillatövekhez is. Fekete szemceruzát használok az alsó vízvonalamon és a felsőn egyaránt, majd pedig kihúzom vele a szememet is. És ezt pedig ezzel a tömzsi ecsetemmel elkezdem eldolgozni. Felfelé ugye. Felfelé kezdem el satírozni. A Naked 2 palettámról pedig választok egy fekete, matt fekete színt. Az alsó szempillatövekhez is felviszem, de nagyon közel, sőt szinte a szempillákon dolgozom el. Most pedig, hogy megsötétítsük a sminkünket, a smogot keverem a Dark Horse sötét-zöld aranycsillogó szemhéjfestékével, és itt kezdem megsötétíteni vele a sminkemet. A mai napon két pigmentet keverek a MAC-től, az egyik a gold, a másik pedig a simán csak black, tehát fekete. És akkor az aranyat és a feketét összekeverem egy műszempillatartó doboz fedelén. Nem arányosan tettem a feketét és az aranyat, egy picit többet tettem az aranyszínből. A mai nap pedig kipróbálom használni az Inglot egyik arc és test highlighterét, vagy fényesítőjét, ami egy folyékony fényesítő, de utána megköt. És nem nagyon tudod leszedni, úgyhogy egy nagyon picit feltettem ide a kézfejemre. Már a másiknál használtam, ez már meg van száradva. És tapogatva az ujjam hegyével felviszem ide, ez egy picit sárga árnyalat, szerintem már látjátok is. És ez segít abban, hogy megkösse alul a csillámport. Hogy még jobban fixáljuk a csillámport, ugye a Fix Plus-omat használom a MAC-től,
és befújom vele az ecsetet is, amivel ezt az összemixelt csillámport visszük fel. De mivel nagyon pereg, ezért ide rakom ezt a műanyag fedőt, és úgy kezdem el felvinni. Mielőtt a műszempillát felviszem, a diorsót használom a Diortól. Nekem hiányzik egy kis piros a sminkből, úgyhogy a 120 színes palettámról választom az egyik legsötétebb, nekem nincsen azért igazi pirosom, a legsötétebb piros színt. És csak a satírozó ecsetem hegyére vittem fel, és csak itt a sötét barna felett kezdem el eldolgozni, de nem akarom, hogy nagyon látszódjon, úgyhogy igyekszem nagyon jól eldolgozni. Most pedig kontúrozni fogok, méghozzá az Inglot 505-ös kontúr színével, ami egy matt kontúrszín. Amit elkezdek ide felvinni az arcont alá, egy ilyen nagy ecsettel viszem fel, hogy jól el tudjam satírozni, meg jól el tudjam dolgozni, valamint itt is kontúrozok. Pirosítót viszek fel a Catrice-től az arcomra. Majd pedig a WhatsApp fényesítőmet használom, stick fényesítőmet a Benefit-től. Most pedig az ajkakon a sor, amihez a Manhattan egyik ceruzámat használom. A rúzs, amit használok, az pedig a MAC-től a Diva. És így más, mint eredményünk. Remélem, hogy tetszett nektek a mai sminkötletem is. Ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok a videómat, írjátok meg a véleményeiteket is. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra még több videóért, kövessetek Facebookon, és kövessetek Instagramon is. És ezzel a videóval akkor kívánok mindenkinek kellemes és boldog új éve. Sziasztok!